Sziasztok srácok, Zomba, üdvözlök mindenkit, ez itt Tice-nak a Control Evolve sámánja, amiben természetesen helyet kapott Marin a poénok kedvéért, úgyhogy meglátjuk, hogy mit lehet kezdeni az öreggel, a kis kincsvadászunkkal. Vannak ebben érdekes dolgok, tehát hogy mindenféle Lightning Storm, Maelstrom portál, ugye early board clearre más, agresszív deckek ellen, ugye a Shernite Changeling és a Doppelgangster ugye Evolve-ra jó, ugye természetesen trolla játszik Vulcanóval, ami ugye egy kvázi újdonsága a dolognak, van benne Moat Lurker, ezzel gondolom egyébként a Treasure tudjuk megenni, hogyha úgy van. Egy darab Think From Below-val játszik, ami számomra elég érdekes, és egy Jade Chieftain-nel. Úgyhogy ez az, ami most történni fog, és szerintem ezzel az agrókat meg tudjuk alázni, hát a többiek ellen meg majd meglátjuk, hogy mi ez, ami kihozható. Nem látom pontosan, hogy mondjuk például Priest ellen hogy nyerünk, de mindjárt kiderül. Illetve egyébként remélem, hogy nem, mert nem most szeretnék rájönni, hogy a Priest-en mit kell csinálni ezzel a deckkel. No hát és ilyen a csodálatos tempórók valószínűleg. Maelstromot úgy gondolom, hogy tartom, és coinnal szerintem a Jade Lightning is jó lehet, de semmi más. Ja, megint a... igen. Jó. Hát ez szerencsétlen. Most megcsinálom-e azt, hogy Coin Maelstrom? Valószínűleg megcsinálom. Mert akkor neki nem lesz lénye, nekem meg lesz. És nincs nálam Devolve, úgyhogy pedig a... hát, sokat nem értem vele igazság szerint. Ja. Hát akkor ez most egy csodálatos Hero Power nálam is. Na, legalább van Evolve-om. Oké, akkor ez most valószínű... ja, ez most valószínű Defender. Második Maelstrom. Csodás. Jó. Hát... a Lich King nagyon-nagyon jó lenne. De Stonehill into Stonehill az szar. Próbáljuk meg greedy-k lenni is, de nem illik a játék stílusunkba, a Lich King sajnos pedig az lenne az autópik, de még egy Stonehill-t kiveszünk. Mert ugye az van, hogy olcsó lapokat szeretnénk az Evolve-hoz mindenképpen. Most, hogyha jó backstab, arc, 3, és akkor egy Jade Lightning-ot kap a főnök. Jó. Ja. Oh, és trade-el. Ezt csinálom, mert az több test az asztalon. És így a Jade Lightning-ba is több jó lesz, meg ajában is. Ó, egy jó Scalbane. Jó. Tactical error. Hát, no. Jó. Arccal leveszem a kapitányt. Az így is úgy is arcra fog jönni. Ja, valószínűleg a kapitányt le kell venni arccal. Fegyverem van, úgyhogy a Corsair jó. Jó, így nem tudok sajnos ajázni, viszont kapitány ki tud menni, és az mindig jó. Oké. Na most a Jade Lightning az be tud menni, és tudunk trade-elni, és ugye nincs másik backstabje. Shadow Step, és leszedi. Oké.
nekem az is rendben van. Ugye most az a gond, hogy a kapitány, illetve az SI meg fogja kapni a buffot, és nem tudom, mit szedjek le. Mondjuk a Devolve az egy elég jó játék, azt hallottam. Chigusz. A híres Chigusz. Jó, és az úgy nekem jó, mert ha beleteszi a farkast, akkor tudunk maelstromozni, és vagy ki tud menni aja. De nehogy már megint a backstab. Jó, most aja a jobb. Nem, sajnos a Jade Lightningot el kell játszanom. Vagy igazából ezt a legnagyobb value ebben van. Nulla darab taunt. Hát ez elég lóról. Mondjuk a Bondrake az jó, de ettől még, hogyha nála van a bomber, koldulát kombóban meg tudunk halni. Jó, az nem csinál semmit, és nála van viszont a Wildspine, azért csinálta ezt szerintem. Nyilván. És csak az arc. Csak az arc. Igen. Hogy nem halunk meg? Ez a nagy kérdés. Még egy Evolve. Megcsináljuk ezt. Megcsináljuk ezt, és akkor egy jó evolváció. Egy darab taunt. Még nem annyira rossz, de ez, hogy ad neki la... Ja, nem, hogy ez nekünk ad lapot, ez nem a Darkfisher. Boomer üresben, az jó. Megcsinálom-e azt, hogy a Darkfishert? Na hát, oké. Ja, valószínű a taunt az kimegy. White Eyes? Nem, a Hot Spring Guardian, mert gyógyulnom kell. És lehozta. És lehozta. És Winstreak. Na, erre nem számítottam. Úgyhogy ennek most örülés van. Okos megmozdulások, feladom magam. Valószínűleg handbuffos paladin lesz, úgyhogy a Devolve-ot szükségszerű tartani. Doppelgangstert nem tudom, hogy tartom. Túl jó ez a kéz. Egyébként nyilván kontrollt játszok, megtartom. Én leszek annyira greedy, hogy megtartom. A Monatite, hogyha egyetlen egyet húz, szerintem nekem még akkor is jó. The light protects me. Hát ez egy eléggé eredetinek számító passz. Jó. Szíván nem devolvoljuk el, viszont valószínűleg a totemet azt ki kell rakni. De az meg fog halni, főleg így, hogy mondjuk kettő. Nem használjuk a cointel még. Na, és nála is a Stonehill, úgyhogy
Lehet, hogy nem handbuffos. Inkább kontrollosabbnak tűnik egyelőre. Most én is Stonehill into Stonehill, tehát ezt el lehet játszani. A Jade Claw sem annyira rossz, de szerintem a Stonehillt itt meg kell nyomni. Jó alakír. Nincs Beast a deckemben. Nincs sárkány a deckemben, és nincs Murloc a deckemben, úgyhogy kurátor az nem. Úgyhogy megint Stonehill into Stonehill, mint az előző meccsem. Ez eléggé csodálatos. Hát is a jó. Az igazság jó ezüstje ott van. Valószínűleg ezt a boardot nem devolválhatom el. Dupla doppelgangster. Akarok-e még lapokat? Muszáj lesz, és a coint is valószínűleg kidobom, azért, hogy kirakjam a clue-t. Nagyon kellene nekem az evolve. Az a helyzet, viszont ugye overloadoltam magam, és következő körben úgy se jöhet neki. Így most egyel előrébb járunk. Ez a... Most felhúzom a Talnost, akkor tudok board clear-elni, hogyha rollolok spell damage-et, akkor is tudok board clear-elni, úgyhogy azért vannak itt lehetőségek, vagy hát a Devolve, csak Devolve-val meg kéne várni Tyrion-t, vagy valami nagyobbat. Vagy simán meg lehet, hogy itt is kirakom csak a Stonehill-t, az ő Stonehill-t lecsapom, aztán majd látjuk, hogy mi történik. Igen, ezt gondoltam, hogy ez megtörténik. Jó, mi a Storm lekészítés részemről. Mondjuk a Maelstrom Devolve az elég jó. Azt hallottam. Csak szükségem van rá? Tehát, hogy tudok el nélkül élni? Valószínűleg tudok. Jó. Jó lenne Talnost felhúzni, igazság szerint. Jó mód lurker, ez semmit nem csinál most. Hát így never lucky. Babadük, így kismértékű. De azt ott megütjük. Lightning Storm is jó lett volna egyébként, mert az ugye akkor többet sebez, csak megint overload. De megint nem húztam bele az evolve-ba, úgyhogy lassan kezd ez elég szar lenni, hogy itt a hatodik kör. Két doppelgangster is itt van nálam, de egyik sem evolve, úgyhogy valószínű a Monatide-ot megint csak úgy ki kell csapni. Ó, hát ő ilyet discover-öl. Én meg... Hát, jó, valószínűleg ajára számít, vagy valami ilyesmire. Jade Spirit. Meg tudom-e csinálni azt, hogy eldivolvolom őket a francba? Ez a nagy kérdés. Ez nagyon nagy kérdés. Nézzük, hogy mit kapunk Stonehill-ből szerintem, aztán majd meglátjuk. Hát, na hát az örök tavasz őrzőjét, de szerintem ezt, ja, ezzel most így hírelem a pofámat, azzal többet érek, mint bármi mással. És boom, na hát, megérkezett a divolvunk. Akkor valószínű a divolvókén ott el kell játszani. Au, au. Mondjuk ez sehogy sem fog arcra jönni, szerencsére. Jó. Hát azt mondja, hogy well played. Eléggé well played, én is így gondolom. És én ezt így kitolom. Teljes board clear lesz. És ha a secretje, a redemption vagy ilyenek, olyat kap vissza a kezébe, amit nem akart. Getövékodó. És mit kapott vissza belőle? A Worgent. Jó, most overloadolva lettünk, úgyhogy aját ki tudom csapni. Steed. Ez kellemetlen, de megoldható. Hmm.
Ez még lehet, hogy még mindig így a kellemesebb egyébként. Most egy-egyet visszaidéz, hát Istenem. De nem igaz egyébként, hogy felhúztam a dekken felét, és nem tudok belehúzni egy rohadt Evolve-ba. Thanos, hát így, Istenem. Nyomunk egy Hero Power-t, kimegy a... nem. Kirakjuk ezt. Ez olcsóbb lesz nagyon sokkal, kirakjuk a Tauntot és ezt is. Na, egy jó Maelstrom. Tehát elvileg kettőt fogunk húzni még. Mármint, hogy... nem gondolom azt, hogy... és nehogy már van nálad még egy... Blessing. Hát az ingyen trédek azok mindig fájnak. Igen, szóval azért mondta, hogy kettőt fogunk húzni, majd a Thanos-t azt nyilván le fogja csapni. A Jade Lightning az jó. Nála minden van. Nála minden ott van, nála még nincs itt az Evolve. Pedig most azért... de nem igaz, hogy nem tudok Evolve-ot húzni. Tehát, hogy ezt egyszerűen nem tudom elképzelni. És sosem jön ki a spell damage, tehát hogy olyan nem történik, hogy kijönne. És kapok egy hurka egy-kettőt. Hogy a jobb, igazából teljesen mindegy. Jó, még nem haltunk meg. De nulla darab Evolve felső 17 labból. Ez most már kezd a tragédia és a tragikomikum határán lenni valahol. A Sem Night Shengeng az jó. Olyan is. Itt talán még élünk egy kört legalább. Sőt, egyébként egy kört még biztosan. Mert kettőt tud leszedni, ha minden igaz. Jó, most felcsapja a True Silvert akkor. De ne már! Csal. Konkrétan csal. Igen. A Divine Favor egyébként az egy legnagyobb csalás a játékban. Tehát egy lappal teljes lapelőnyét. Tehát mi dolgozunk azon, hogy lapelőnyünk legyen, meg minden, és akkor ő egyetlen egy lappal behoz mindent. Jó, hát és akkor most az van, hogy high-roll-olni kell, különben meghaltunk. Nulla taunt. Tehát nulla taunt. És akkor jön ki a spell damage, amikor már rohadtul semmi szükségemre, egész játékot nem tudott kijönni. Ez csodálatos. Egyébként mennyire vicces, hogy Control Mirror, hogy ugye ő egy Control Paladin volt. Vagy hát nem tudom, a bomberek miatt azért ebben kicsit szkeptikus vagyok, de hogy játszott Divine Favor-rel, játszott Consecration-nel, True Silver-rel, úgyhogy ez eléggé Control Paladinos lista. Ami azt illeti. Na nézzük, hogy a Zú ellen tudunk-e valamit kezdeni, vagy lehet, hogy ő is egyébként kontrollok, és akkor bekaptuk megint a Control Mirror-t. Erősebb kezdést akarok ennél. Mert hogyha a Zú, akkor a Golakka nagyon jó, Jethro nagyon jó, Maelstrom nagyon jó, Think From Below az meg mérsékelten jó. Zú ellen a Maelstrom tényleg jó tud lenni, bár egyébként nem játszanak már Possessed Villager-rel, meg az 1-2-es veteránnal sem már. Legalábbis én nagyon rég nem láttam. Tehát Zú, jó. Dupla Maelstrom, az mindig jó. Jó. De egyébként ez sem spell damage, tehát még véletlenül se, hogy a következő körre fixen le tudjam takarítani a bordját. Nem. Igen, hát természetesen Keleszett ott van nála. Golakka semmit nem csinál, és a Maelstrom sem. Most csak azért, hogy bordon ne legyek annyira hátrányban.
Nincs én az arc pressúrálás, úgy érzem. Strédel. Jó. Nekem az rendben van. Akkor valószínűleg Jade Smith, de ne már. Ó, Isten. És eljátszom-e itt a Maelstromot? Hát, totemnél jobb, mert leszedi a kerezetet fixen, de körülbelül ennyi. Na és akkor most ez valószínűleg From Below. Ilyen szempontból egyébként jobb lett volna megnyomni, de legalább annyival kevesebb lény van kint. Na, akkor most spell damage-et kérek. Hát és never spell damage. Akkor viszont az lesz, hogy itt tudja, hogy ott maradnak kettőn. Ja, viszont ez full clear. Ez elég jó. Viszont kiment minden board clear-em, ez az egyetlen nagyon, nagyon sajnálatos dolog. Viszont ki tud menni a Thing from Below. Oké. Okay. Vagy a Chain Gang az itt jobb szerintem. És beleüthettem volna, de semmi teteje nincs a dolognak. A Chieftain is itt egyébként jó lehetne, hogyha Jade-ekkel jobban állnék, de nem az. Úgyhogy itt valószínűleg meg kell nyomni a Spiritet, meg az Evolve-ot. Vagy hogyha feljönnének a doppelgangsterek, így méltóztatnak, akkor ez elég jó lenne. Az jó. Legalább ingyen trade target nekünk. Áj, basszus. Ez szerintem megtörténik. Azt hiszem, hogy ez is megtörténik. A trade az biztos. Csibolvolunk egyet. A legszarabb lapok konkrétan. Tehát, hogy Vanilla 3 drop, ez egy átlagosnál sokkal szarabb 5 drop, ez pedig egy ilyen Vanilla 2 drop, úgyhogy... átlagosnál kisebb mértékben szerencsés, most ezt így elmondhatom, azt hiszem. Jó, ezt bevesszük valószínűleg arccal. És nyomunk egy ilyet. És azt is letrédeljük. Jó, a 3-3-at gondolom, ha ping van a kezében meg tudja oldani, ha nem, akkor meg trédel a 3-6-tal, mivel az a gond, hogy ugye meg lesz. Ej, basszus. Jó, de azt valószínűleg kell trédelni így is, úgy is. Jó. Akkor ez egy Jade Lightning oda, mert ő veszélyesebb. Őt letrédeljük. És azt szerintem így a jó, és még gyógyul is. Jó. HP-ban nem állunk valami virgonc módon, de kiment a két dungárgya. Ugye az a baj, hogy ha most jön a főnök, a Gul'dan, akkor azért bajban leszünk. Mert ugye a széles bordon mit fogunk kezdeni? Hát mondjuk egy Volcano, de hát ahhoz meg kellene draw, ami meg még nem jött ki. Most valószínűleg 4-4-jel lecsapjuk az Imp Gang boss-t, a többivel meg elmegyünk arc irányába. Ez elég nagy pressure, hogy kint lesz most még egy 5-öt. Jó, az easy trade. Ez meg nem jó. Az eléggé nem jó. Na nézzük, mit kapunk a Stonehill-ban. Mert mondjuk egy olyan Chain Gang-et én is elviselnék, de hát never Chain Gang valójában. Ki fogunk férni? Hát éppen ki, csak... jó, tehát ez mindenképpen meghal valószínűleg. Ez nem hal meg mindenképpen. Viszont neki meg mindenképpen meg kell halnia.
Jó, hát ez most abban az esetben nagyon rossz, hogyha Guldent top deckkel, ha nem top deckkel Guldent, akkor szinte nyertünk. Az igazából sokat nem csinálom. Jó, a Chingeng az elég jó. Leszedem, leszedem, nem kell az, hogy ott maradjon. Elütöm. Nem ütöm el. Viszont a Chengeng az. Ez kimehet. Mi az, tehát mi a jó benne, ha elütöm? Az, hogy letában leszek a következő körben. És tudok top deckelni Jade Lightningot, hogyha úgy van. És ha az ott neki most nem Golden, akkor nyertünk. Ez semmit nem csinál. Na jó, srácok, szerintem ez most ennyi volt, úgyhogy mára befejezném, és Tice-nak a Control Evolve sámánjával játszottunk, és úgy tűnik, hogy nem olyan rossz a létrán. Oké, Control Mirror-t elvesztettük, de egyébként másik kettőt meg nyertünk, úgyhogy win streakbe is voltam, be is mentünk 12-re, hát igazán csodálatos, és Marin is van a deckben, ami azért egy külön finomság. Mondanám a hétvégi programot, ugyanis az van, hogy most kicsit szabadabb lesz a hétvégém, lehetséges, hogy ma este lesz stream. Ezt még nem merem 100%-ra ígérni, kövessetek Facebookon, és ott majd még erről írok. De lehetséges, hogy ilyen 7-8 körültől még az időpontot én sem tudom sajnos pontosan, úgy neki megyünk a péntek estének, és akkor így egy kicsit streamelés lesz. Egy jó néhány órát úgy tervezem, és szombaton biztos, hogy videó lesz, nem lesz live, mert szerintem azt nem fogom tudni megoldani, viszont lehetséges, sőt elég valószínű, hogy szombaton kora este, vagy délután, nem tudom, ott sem tudom még az időt, úgyhogy tényleg megéri Facebookon követni, és oda majd kiírom, egy Heroes of the Storm streamre gondoltam. Úgyhogy ha bárki, aki Heroes of the Stormozik, már vannak rá jelentkezők, de azoknak várom a jelentkezését, és akkor így játszhatunk együtt. Láttátok a korábbi videókban, hogy nem annyira megy nekem az a játék, de egyébként valamikor élvezem, úgyhogy ha gondoljátok, akkor ebben lehet csatlakozni hozzám, és mondom, hát nyilvános lesz a stream, úgyhogy lehet nézni. Még nem tudom, egyébként még az is lehet, hogy az a stream az most kivételesen Twitch-en lesz. Nem biztos, de szerintem nem. Szerintem azért YouTube-on csak jobb lesz, mert próbálkoztunk múltkor is, és egészen kevesen néztek Twitch-en Heroes of the Storm-ot, mert hogyha HS streamelek, akkor az mégiscsak népszerű, a Heroes of the Storm az úgy annyira nem. Úgyhogy valószínűleg maradunk a YouTube-os keretek között, és ez mondom, ez szombaton délután, hát olyan, nem tudom. Nem biztos egyébként, hogy az olyan későn lesz, szóval az is lehet, hogy ez ilyen, lehet, hogy csak sima délutáni stream lesz. Mindegy, majd meglátjuk, hogy ez hogy történik meg. Szerintem, tehát mindenképpen délután, de a szombati videóban erről még beszélek pont konkrétabban, hogy lesz. A szombati videó az ugye szokásosan majd olyan 10 és 11 között jön ki, és majd utána beszélünk erről, hogy hogyan is lehet ezt megoldani. Na jó, van, ennyit szerettem volna most így a hétvégéről, a programajánlásról, még minden ilyesmiről. Találkozunk holnap. Sziasztok!